A Fehérmezes Budapesti Honvéd Akadémiája 18 éveseivel és két NB1-es csapat keretéhez tartozó, ott már pályára lépő afrikaiakkal felálló fővárosi együttes bátor, majdnem egész pályás letámadással próbálta már az első negyed órában meglepni a szekszárdi csapatot, amelynek kapuja bizony veszélyben forgott többször is. A szorításból kiszabadulva mindjárt a 12. percben az első veszélyes kontrából gólt szerzett az UFC. Márton Erik labda kihozatala, majd egy beadás utáni felplaszból Aréna Ármin egy látványos mozdulattal perdített Péter Antalhoz, a csatár a védők szorításában jó labdaátvételt követően magabiztosan vette be a Honvéd kapuját. 1-0 az UFC-nek. 3 perccel később akár már 2 góllal is vezethetett volna a szekszárd. Egy baloldali átívelés után teljesen elcsúszott Honvéd védekezést követően az előbbi gólszerző Péter Antal önzetlenül passzolt a 100%-os zicserben lévő csatártárs Maier Milánhoz, aki azonban túl izgulva a helyzetet, egyszerűen nem találta el a labdát. Mint utólag kiderült, ezzel, ami a gólszerzési lehetőségeket illeti, el is lőtte összes puskaporát a hazai csapat, noha a második félidőt végig támadta a DNS Pál együttese. A 16. percben jött az egyenlítés, egy formás baloldalról induló támadás után a középről leadott lövésbe Füredi olyan szerencsétlenül ért bele, hogy a labda Szűcs kapust is megtéfálva a kapu közepébe landolt 1-1. Hiába dominált a mezőnyben az UFC, a mérkőzés jelentős részében a későbbiek során helyzetig egyáltalán nem jutott. A csatárcserékkel sem, pedig az utolsó fél órát egy kiállítás miatt emberelőnyben játszották a szekszárdiak, de így is szormányos honvéd kontrák, mondhatni életveszélyesek egyikéből, Németh Dániel a befejezés előtt 5 perccel megszerezte a győztes gólt a fővárosi csapat számára. Nálunk az első csatár is a védőként szerepel, hogyha a labda ellen játszunk. Nyilván nagyon fontos a védekezés, amelyik csapat rosszul védekezik, az általában kikap. Mi még ezt tanuljuk, de lépésről lépésre úgy érzem, hogy haladunk, és ez nekünk nagyon-nagyon jó, ez az NB3-as bajnokság erre, és próbáljuk is felhasználni, hogy ezek a 16-17-18 éves gyerekek beleedződjenek, és minél előbb, ha úgy van, akkor NB2-be kölcsön adjuk őket, hogyha úgy van, akkor pedig az első csapatunk számíthasson rá. Újabb balszerencsés egygólos, újabb öngólos vereséget szenvedett el a szekszárdi csapat, amely a mezőnyben nem játszott rosszul. Vezetésünk után mindjárt óriási gólhelyzetünk volt, azt nem sikerült gólra váltani, utána pár perc az ellenfél talált egy gólt, tehát úgy tűnik, hogy most az ellenfél helyzeteinél nem vagyunk valami szerencsések, hiszen már a két meccs alatt a második öngól, úgynevezett öngól, ami megpattant a saját védőnkön, és úgy kaptuk a gólt, tehát az tudott a Honvéd egyenlíteni. A másik fél idő meg véleményem szerint folyamatosan fel tudtuk ürölni az ellenfelet, jobban ki tudtunk jönni. Az ellenfélből ki is állítottak egy játékost, a cserékkel is azon voltunk, hogy tudjuk megnyerni a mérkőzést. Sajnos egy kontra végén egy kapufás góllal elvitte 3 pontot a Honvéd. 5 forduló után 2 győzelemmel és 3 vereséggel a 11. helyre csúszott vissza a táblázaton a szekszárdi UFC az NB3 középcsoportjában.